Jó reggelt Magyarország, Wolf Nagy Tündével. A Mi Hazánk a baloldali összefogást is leváltaná, többek között erről is beszélgetünk Apáti Istvánnal, a Mi Hazánk alelnökével. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A kormány leváltása mellett a baloldali ellenzék leváltása is célja a Mi Hazánk mozgalomnak, mondta az önök egyik vezetője. Ezt hogyan értik? Egészen pontosan ennél már jobb a helyzet, hiszen az ellenzék váltás kérdéséről a választópolgárok április 3-án döntöttek. Tehát a szélső baloldali ellenzék csúfosan leszerepelt, történelmi vereséget szenvedett el. Ez egyértelmű üzenet, hogy a Gyurcsány Ferenc vezette szélső baloldalból nem kérnek a magyar választópolgárok, és az ellenzékváltás az első lépés a majdani kormányváltás felé, hiszen az elmúlt 30 év odakozmált, leégett, sokszor, nem is többszörösen, sokszorosan megbukott szélső baloldali, szélső liberális szereplőivel nem lehet kormányt váltani. Azonban ezt tudatosítani kell a választók széles közösségében, hiszen attól, hogy mi azt mondjuk, hogy az ellenzék mi vagyunk, a valódi ellenzék, a Mi Hazánk mozgalom, azért nem jelenti azt, hogy a választópolgárok milliói ezt rögtön így is fogják gondolni. Ennek érdekében az országos médiáktól a helyi és regionális médiákig bezárólag el kell vinni ennek hírét mindenhová, illetőleg ugyanazt a permanens országjárást kell majd vinnünk, mint ami sikerre vezetett a január-február-március hónapokban zajló kampányunkban is, és a humán hálózatunkat is tovább kell építeni, hiszen alapszervezeti, aktivista, szimpatizáns hálózatunk, a törvényes módon mozgósítható szavazóbázisunk fejlesztése, tovább építése az nélkülözhetetlen alappillérét jelenti a további fejlődésünknek, és meg kell vívni azokat a harcokat, küzdelmeket a szélső baloldallal, amelyek borítékolton be fognak következni, tehát lesznek olyan éles ütköző pontok, vagy ütköző zónák, amelyeket nem lehet majd elkerülni, nem is akarjuk hozzáteszem elkerülni. Én egyébként még mindig nagyon sokallom a parlamentbe bejutott baloldali képviselők számát, kezdve mondjuk a legerősebb formációjukkal, tehát szerintem a DK 16 képviselője az azt jelenti, hogy a kívánatoshoz képest pont 16-tal vannak többen a magyar országgyűlésben, és azt is el kell végre mondani, hogy az egyetlen szélsőséget ők képviselik, hiszen jól tudjuk, már el is kezdték, hogy mindenféle becsmérlő, megalázó jelzőkkel próbálják lejáratni a Mi Hazánk mozgalmat, ugye a 30 vagy ki tudja lassan már 70 éve mantrázzák mindenkire, aki tőlük egy kicsit jobbra esik, hát ha nagyon jobbra esik, akkor meg főleg, hogy fasiszta, náci, rasszista, nyilaskeresztes. De ön ugye egész magunknak következetesen használja, nem azt mondja, hogy liberális vagy baloldali, hanem szélső baloldali, szélső liberális. Ez egy kicsit revans is? Így van, hiszen egyrészt, hogyha nekik szabad hazudni, azt hazudni rólunk, hogy szélsőségesek vagyunk, holott nem vagyunk szélsőségesek, akkor nekünk is szabad az igazságot elmondani, hiszen a valódi szélsőséget az a túlterjeszkedő szabadosság jelenti, a szabadság és a szabadosság teljes összekeverése és fejecserélése, amelyet ők képviselnek én már 30 éve. Az, hogy az Európai Egyesült Államok képét festi a falra a DK már a 2019-es EP választások óta, ahogy a bevándorlás kérdéséhez viszonyulnak, és ahogy egyébként több más fontos kérdéshez viszonyulnak, az a mi szempontunkból nézve, és egyébként hogy a magyar társadalom többségének szempontjából nézve is valódi szélsőséget jelent, hiszen hogyha most nagyon mély államelméleti vagy filozófiai magasságukba vagy emelkedünk, ha nagyon mélyen belegondolunk ezekbe a vonalvezetésekbe, akkor azt látjuk, hogy a magyar állam vagy a magyar politika alapvető lényege, hogy Magyarországot meg tudjuk tartani a magyarok országának, mindenki, minden más nemzetiségnek a tiszteletben tartása mellett természetesen, tehát ez nem jelent véletlenül se sovinista hozzáállást. Az, hogy a magyar családok biztonságban tudjanak élni, kellő számú magyar gyermek tudjon születni, testi, lelki, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésük megfelelő tudjon lenni. Ez szerintem a magyar állam legalapvetőbb kötelessége, és a magyar országgyűlésnek is az ehhez szükséges törvények megalkotását kell fő célul kitűzni. Ehhez képest ez a szélsőséges politikai formáció, mely most már 6 alkotóelemből áll, amely szám hamarosan egyébként szerintem csökkenni fog,
pedig teljesen más dolgokat tart fontosnak. Nagyon éles tehát ez a fajta szembenállás, és szeretném azt jelezni, hogy a Mi Hazánk mozgalom zéró toleranciát hirdet azzal kapcsolatban, hogy minket állítsanak be valami patás ördökként. Az, hogy kérlelhetetlenül, következetesen, olykor lehet, hogy tényleg keményen, vagy a polkorrektséghez képest nagyon karcosan, vagy élesen fogalmazunk, de minden esetben az igazságot próbáljuk megragadni. Hála Istennek nekünk nem kell azon gondolkodnunk, hogy vajon mit hazudtunk két héttel korábban, és ahhoz képest hogy kell viszonyulni. Ez kétségkívül egy nagy előny nekünk ebben a nagyon emberpróbáló küzdelemben. Ön a Jobbiknak volt alelnöke. Most ebben a pillanatban hamarosan megalakul a parlament. Hogyan viszonyulnak a Jobbikhoz? Hogy definiálják önmagukat ehhez a párthoz képest? Néhány nappal ezelőtt az egyik tévéforgató csoportjának azt mondta, nagyon őszintén pattant ki az agyamból ez a gondolat, hogy a Mi Hazánk mozgalom saját halottjának tekinti a Jobbikot. Nyilván a szó átvitt értelmében. A Jobbik megérdemelte a sorsát, hiszen annak az elvtelenségnek, árulásnak nem is lehetett más következménye, mint a bukás. Az ilyen hozzáállást a választók büntetik, amint a mellékelt ábra mutatja, a Mi Hazánk mozgalom esetében az elfűséget pedig jutalmazzák, hiszen egy rendkívül egyenlőtlen küzdelemben sikerült a parlamenti küszöböt megugranunk. Ugyanakkor nem tekintjük lezártnak a Jobbikkal folytatott küzdelmünket sem, és nem becsüljük alá őket, illetőleg egyébként nem becsüljük alá bal oldalt sem, mert hogyha az előbb elmondtam a dolog egyik oldalát, akkor most hozzáteszem a másikat, hogy a legnagyobb hiba, amit egy jobboldali vagy jobboldali radikális képviselő vagy képviselőcsoport elkövethet, az az, hogy legyint a bal oldal és lebecsüli a bal oldal regenerációs képességeit. Nézzük meg azt, hogy az elmúlt 30 évben a bal oldal poraiból vagy hamvaiból feltámadva hányszor volt képes összedrótozni, összegerebbézni magát, amikor már azt hittük, hogy ez teljes képtelenség, akkor mégis mindig megtörtént. Éppen ezért nagyon tudatosan rá fogunk dolgozni arra, hogy azok a Jobbik szavazók, akik most még esetleg a Jobbiknál maradtak, vagy nem mentek el szavazni, akkora volt a csalódottságuk, amit teljesen meg tudok érteni. Vagy esetleg a Fideszre szavaztak, azok közül minél többet vissza tudjunk szerezni, és növeljük azt a szavazóbázist is, amely örvendetesen megjelent már a Mi Hazánk mozgalomnál, nevezetesen a 40-50-60 éves első szavazók bázisát, tehát olyanokra gondolok, akik akár az úgynevezett rendszerváltás óta még soha nem mentek el szavazni, mert de most végre azt látták, hogy érdemes, van kire, van kikre, és van olyan párt, amikre érdemes szavazni, mint ahogy az életkor szerinti első szavazók esetében is már egy 13-17%-os támogatottságot mutattak ki. Tehát tisztában vagyunk azzal, hogy a Jobbik kritizálását, de tényalapú, nem érzelmi, hanem tényalapú kritizálását, azt nem szabad abba hagynunk, és nagyon remélem, hogy a Jobbik arra lesz károsztatva, én úgy gondolom ez bekövetkezik, hogy tehetetlenül fogják végignézni, hogy a maradék szavazóbázisukat is elszívjuk. Azt pedig én úgy gondolom, hogy hazai és nemzetközi politológia karokon is fogják majd tanítani, nem is olyan sokára, hogy nem szabad egy valamikor a jobboldali pártnak egy fordulatot végrehajtania. Azt pedig egészen extrémnek tartom, és abszurdnak, vagy nem is tudom mi erre a megfelelő jelző, hogy egyébként azokkal álltak össze, akikkel szemben megfogalmaztuk annak idején magunkat, és Gyurcsány Ferenc valamikor patás ördökként gyűlölt ellenségétől úgy szabadult meg, hogy abból közben még nem kevés politikai hasznot ki is nyert. Nem annyit, amennyit szeretett volna, hiszen a Jobbik szavazóinak nagy részét elvesztette, tehát 6-700 ezerre legalább csökkent a szavazóik száma, de azért még egy értelmezhető számú szavazót becsatornázott ebbe a szélsőséges liberális formációba. Alapvető érdeke az országnak, és természetesen a Mi Hazánk mozgalomnak is, hogy ebből a bázisból is minél többet megszerezzünk, mint ahogy én azt gondolom, hogy a következő két évben a Fidesz táborából is szépen, szabad szemmel és jól látható mértékben fogunk tudni megnyerni választópolgárokat. Az ugyanis a közvéleménykutató cégek rosszindulatú bűvésztrükkje volt, hogy folyamatosan küszöb alatt hoztak minket. Éppen ezért sokan azért nem mertek ránk szavazni, mert féltek, hogy elveszett szavazat lesz az a voks, amit ránk adnak. Most már látják, hogy nem elveszett szavazat, hanem hasznos szavazat, és biztos vagyok benne, hogy a most még Fideszre szavazók közül nagyon sok olyan lesz az EP választáson, amelyik már ránk fogja húzni, vagy ránk fogja adni a szavazatát, hiszen a következő két évben erre minden okot megadunk majd neki. Ha már a Fideszt említette, Duró Dóra volt itt nálam nem olyan régen, és azt mondta, hogy
természetesen elképzelhető, hogy akár a Fidesz-szel közösen szavaznak, vagy megszavazzák azokat a javaslatokat, amiket a Fidesz vet föl. Milyen ellenzéki szerepre készülnek? Karakteres, arcéles, következetes, és ilyen értelemben konstruktív ellenzéki szerepre, a szónak a nemes értelmében. Tehát fontos meghúzni ezeket a határvonalakat, nem azt jelenti, hogy mi koalícióra vagy szövetségre akarunk lépni a Fidesz-szel, ez fontos tisztázni, mert ez egy jelentős kockázata a növekedésünk szempontjából, de bátran kijelentjük, hogy minden olyan javaslatot, amely az ország és a magyar nemzet, magyar emberek érdekeit szolgálja, azt meg fogjuk szavazni, hiszen a szélsőséges liberális oldal, vagy baloldal nem veszi azt észre, hogy erre a hisztérikus, sokszor agresszív, verbálisan és fizikailag is agresszív magatartása a magyar választók döntő többsége nem vevő, és hogyha kritizálni kell, azt lehet persze keményen és kulturáltan, nem obszén módon, nem gusztustalanul, amely az átlag választót megriasztja, de lesz színe, szaga, formája és karaktere, ami hazánk mozgalomnak van is, és lesz is. Ez az, amit például a legtöbb baloldali párt már régeségen elveszített, tehát olyan semmilyenek, és akkor csodálkoznak azon, mindenkire nagyon haragudnak, hogy úgy jártak, ahogy április 3-án az megtörtént. Nem kell ezzel csodálkozni, hiszen annak a viselkedésnek, meg a semmit mondó politizálásnak nem is lehetett más a következménye. Tulajdonképpen a politikai éhezők viadala zajlik már nagyon régóta baloldalon. Köszönöm szépen Apáthy Istvánt, a Mi Hazánk alelnökét hallották. Köszönöm a lehetőséget.